Szeretném megkezdeni a mai napra meghirdetett sajtótájékoztatót. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait a 2019. március 8-án a Szexádon bekövetkezett emberöléssel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatónkon. Szeretném bemutatni önöknek a mellett felülő urakat, baloldalon Csorda Szilárd rendőr, alezredes úrral, Tolna megyei rendőrfőkapitány segédügyosztályon vezetője. Jobb oldalon pedig Horváth László rendőr, alezredes, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi technikai osztályának a vezetője foglal helyet. Szeretném ismertetni önökkel akkor a sajtótájékoztatónak a menetét. Először Horváth László alezredes urat fogom felkérni arra, hogy a helyszínen folytatott tevékenységgel, illetve azokkal az információkkal kapcsolatban tájékoztassa önöket, amelyeket a rendőrség szeretne megerősíteni, illetve bizonyos dolgokkal kapcsolatban pontosítani az eset körülményeivel kapcsolatban. Majd őt követően Csorda Szilárd alezredes úr fog beszélni a nyomozás körülményeiről, illetve a nyomozásról, és a végén pedig azokra a kérdésekre fognak válaszolni kollégáim, amelyeket a tegnapi nap folyamán feltettek. Akkor itt szeretném megkérni önöket, hogy a sajtótájékoztatót követően külön interjúkra nincsen lehetőség, hiszen azokat az adatokat, illetve dolgokat, amelyeket a mai napon elmondhatunk a sajtómunkatársainak, azokat itt nagyon bízom benne, hogy teljes körülön a kollégáim el fogják tudni önöknek mondani. Akkor a sajtótájékoztató elején felkérem Horváth László alezredes urat, hogy a 8-án történt a sok körülményeivel kapcsolatban tájékoztassa a sajtómunkatársait. Sajtótájékoztató tárgyán képező eseményen kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni őket. 19. március 8-án 18:23 bejelentés érkezett a Tolnai Rendőrfőkapitányság Rendészet Igazgatóság Tevékenység Irányítási Központjába, mely szerint Szexárd Patak utcában lakó 6,5 éves kislány otthonából eltűnt. A bejelentést követően a szexuális rendőrkapitányság nagy erőkkel megkezdte a kislány felkutatását, melynek eredményeképpen a Szexárd Patak utca mögötti területen, a Sétpatak medrében 18:45 a szexuális rendőrkapitányság munkatársai megtalálták. Ezt követően azonnal megkezdték a szükséges intézkedéseket kollégáink. A kiérkező OMSZ munkatársai és a jelenlévő ügyeletes orvos a kislány sérüléseit megvizsgálva megállapították annak halálát, és az idegenkezőséget kizárni nem tudták. Ezért az információkra való tekintettel az intézkedést a Tolnai Rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatósága vette át. A helyszínen igazságügyi orvos szakértő bevonásával helyszínen és halottszemlét hajtottunk végre, és nagy erőkkel megkezdtük az adatgyűjtéseket, illetve a tanúkiallgatásokat. Helyszíni intézkedésünk és a tanúkiallgatások során egy 19 éves szexuális férfi gyanúsított kiallgatására, majd bűnügyi őrizetbe bevételére került sor. Röviden az esemény, illetve az ezzel kapcsolatos elsődleges rendőri intézkedések. És most pedig szeretném felkérni Csorda Szilárd rendőr alezredes urat arra, hogy a további adatokat, illetve információkat közölje a sajtómunkatársaival. Az elkövető megalapozottan gyanúsítható egyrendbeli 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntet elkövetésével, melyet a törvény 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A gyanúsított kihallgatása során részleges, tehát még egyszer mondanám, részleges beismerő vallomást tett. A Tolna megyei főügyészség felé előterjesztést tettünk a nevezett személy letartóztatásának indítványozására. A szexuális rendőrkapitányság, valamint a Tolna megyei rendőrfőkapitányság részéről közel 500 rendőr vett részt az intézkedésekben, valamint szeretnénk köszönetünket kifejezni a polgárőrség és a szexuális kutató mentő egyesület segítségéért, akik támogatták munkánkat. Az eset kapcsán tekintettel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára a szexuális rendőrkapitányság vezetője a bűncselekmény elkövetésének tágabb környezetében elrendelte a 24 órás rendőri jelenlétet a közrend fenntartása érdekében. Ezek lettek volna azok az információk, amelyeket szerettünk volna pontosítani, illetve a sajtó képviselőinek a tudomására hozni.
És a tegnapi nap folyamán kettő média tartalom szolgáltatótól is érkeztek kérdések. A Teoltól, illetve a Tornatár Televízió munkatársai kérdeztek bennünket. És akkor szeretném az ő képviselőiket megkérni, hogy akkor ezeket a kérdéseket tegyék fel a kollégáimnak. Akkor először a Teol munkatársai. Igazából a legtöbb választ kaptam az ügyel kapcsolatban. Annyira van, hogy esetleg a... Nem tudom, hogy elhangzott-e, hogy a gyanúsított rokoni kapcsolatban áll-e, A nyomozás érdekeiben tekintettel erre vonatkozóan nem kívánok nyilatkozni. Kettő kérdésem lenne Bence Péternek, ami igazából összefügg az indítékről, lehet-e valamit tudni, illetve az ott lakók közül többen elmondták, az édesen is elmondta, hogy a kislány részben mesztelenül találták meg, esetleg szexuális erőszak gyanúja felmerültek. Az első kérdésedre vonatkozóan természetesen a jelenlegi szakaszban erről vonatkozóan nem tudunk még nyilatkozni, ezt folyamatosan vizsgáljuk. A második kérdésedre vonatkozóan pedig szakértők bevonásával folytatjuk az eljárást, és amíg ez nem áll rendelkezésre, nem tudunk erre vonatkozóan nyilatkozni. Kérdésem a következő lenne. Mindenki kielégítő információt kapott az eset körülményeivel kapcsolatban. Bocsánat, én nem tettem fel ezekre a kérdést, de hát erre, amiket itt elhangzottak ezzel kapcsolatban jutna eszembe egy-két kérdés Szilágyi Enőrik a hírtévétől, hogy ilyenkor általában azért egy monogramot azt meg szoktak adni, meg azt, hogy elő, hogy büntetett az életi vagy nem. Erre lehet valamit tudni? Erre vonatkozom, akkor én már leszólnék önnek tekintettel arra, hogy tudom, megy egy kis megye, Szexárd egy kisváros, az a lakókörnyezet egy viszonylag szűk léteket, illetve személyeket takar, illetve olyan emberek élnek ott, akik közül mindenki ismeri egymást. Úgyhogy erre vonatkozóan az eljárás jelenlegi szakaszában nem kívánok nyilatkozni. 19 éves szexuális férfiről van szó, akit a kollégáim gyanúsították, hallottak közülten. Az sem büntetett vagy büntetlen? Arra vonatkozóan pedig a rendőrség jelenleg az eljárás jelenlegi szakaszában nem kívánok. Köszönöm. Tudok valamit az MTV tudósítani. Magáról az elkövetés körülményéről megtudhatnánk el ilyen dolgot. Eszközzel követték el ezt a gyilkosságot, hogy hogy történt? A helyszínen végzett intézkedéseinket, helyszíni szemlét hajtottunk végre, adatgyűjtéseket hajtottunk végre, tanúkiragatásokat hajtottunk végre, az ott megállapítottakat, amit a helyszínen találtunk, azt szakértő bevonásával jelenleg vizsgáljuk, erre nem igazán tudunk választ adni. Ugye a Tolnokai Televízió riportjában azt is hallottuk, hogy meglehetősen brutális bűncselekményről van szó. Még egyszer szeretném jelezni, hogy az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgáljuk, erre nem akarunk válaszolni. És akkor ha úgy kérdezem meg, hogy meg tudok erősíteni, hogy a cáfa nézet, hogy ez a fiatal férfi egy büntetett előzeti férfi. Erre vonatkozóan a rendőrség az eljárás jelenlegi szakaszában nem kívánja. Még egy olyan kérdésem, hogy a kábítószer vagy alkoholos befolyásoltság felmerült-e az elkövető esetében? Tudni kell sajtó munkatársainak, hogy alig 24 óra telt el, hogy ebbe az ügybe elkezdtük az intézkedéseket, tehát továbbra is azt tudjuk mondani, hogy szakértők bevonásával folytatjuk az eljárást, és ezen jelenlegi szakaszban nem tudunk nyilatkozni. Meg a sajtómunkatársaikkal valaki még van. Ilyenek szeretném. Akkor nagyon szépen köszönjük a megjelent sajtómunkatársainak a sajtótájékoztatón való részével. És akkor még egyszer szeretném kérni önöket, hogy a jelenlegi, a jeles jelenlegi szakaszában, illetve a sajtótájékoztatót követően kollégáinknak nem áll módjában iratkozatot tenni. Ha esetleg valaki velem szeretne mindenki beszélni,